A napokban változékony időjárás elé nézünk, ilyenkor igazi dilemmát okozhat, hogy mit vegyünk fel az adott napon. Reggelente már érezhetően hűvösebb van, de délutánra sokszor még 25 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála. Kisszabó Zsanett meteorológus szerint ennek vett véget a hétvégén egy mediterrán ciklon, és péntektől már az évszaknak megfelelő időre számíthatunk. A mediterrán ciklon, ami a térségünk felett kialakul, rá is húzódik majd hazánk területére, és ezáltal majd csapadékos, változékony időjárásra számíthatunk. Azt elsősorban már elmondhatom, hogy már a pénteki naptól kezdődően nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, és ugyanez lesz a jellemző a szombati, valamint a vasárnapi napokra is, tehát igazán felhős időben lesz részünk, és emellett többfelé valószínű majd ismétlődő eső, zápor. A meteorológus hozzátette, a Dunántúlon nagyobb esőzésre is számítani lehet erős széllel, akár viharos széllökésekkel is, és a hőmérséklet is beáll az évszaknak megfelelő tartományba, a napi maximum értékek is jelentősen csökkennek. A hőmérséklet csúcsértéke a hétvége folyamán a legtöbb helyen egyébként a még pénteken még viszonylag magasabb lesz, 10 és 28 fok közötti hőmérsékletek lesznek a jellemzőek. Itt a 28 fok körüli értékek azok inkább a keleti országrészt fogják jellemezni, oda még kevesebb csapadék várható, viszont az azt követő napokban már 10-18 fok várható általában is a ország nagy részében. Úgy tűnik tehát, hogy valóban beköszönt az ősz a napokban, ezért érdemes esernyőt és kabátot is bekészíteni a reggeli induláshoz. Azonban nem kell sokáig várni a napsütésre, hiszen ahogy az előző években, úgy minden bizonnyal idén sem marad el az indián nyár.